Csodaszép estét kívánok mindenkinek, ez itt újra a Kultúrcsepp. Köszönjük szépen, hogy ma is bennünket választottak. Az elmúlt héten ugye már hangsúlyoztuk, hogy ez alkalommal az erdélyi filmklubok állnak majd a középpontba. Tesszük hozzá most is, csak a teljesség igénye nélkül állítottuk össze a listát. Így ennek fényében a mai közel fél órában szót ejtünk például a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban működő filmklubról, a kolozsvári Lugosi Béla filmklubról, illetve a Marosvásárhelyen közelmúltban elindított Édentől Keletre nevet viselő filmklubról is. És akkor kezdjük is akár ezzel a mai estét, tagadhatatlan ugyanis, hogy az Édentől Keletre egyértelműen hiánypótló szereppel bír. Bizonyíték erre egyébként többek közt az a hatalmas érdeklődés is, amely már az első három vetítésen zsúfolt teltházat eredményezett. Na de hogy minek is köszönhető egész pontosan ez a rendkívüli népszerűség, egyáltalán milyen irányelvek mentén zajlanak majd a későbbi vetítések, azt már a következő összefoglalóból tudhatják meg. Az Édentől Keletre filmklub január 24-én nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt német előd és Szabó R. Ádám szervezésében. A kezdeményezés konkrét hiánypótló szándékkal jött létre, kiegészítve a már ismert és hagyományos mozik, illetve filmfesztiválok vetítés kínálatát. Mi egyszerűen azt szeretnénk, hogy mivel most már hagyományos értelembe vett művészmozi nincsen Marosvásárhelyen, ezért olyasmikre, hogy retrospektív vetítések vagy külön tematikus vetítésekre nem kerül sor a városban. Úgyhogy mi ezt szeretnénk valamiféleképpen, hogy elsőleg az volt a célunk, hogy közönségbarát, de tartalmas filmeket mutogassunk. Akár lehetnek ezek filmtörténeti jelentőségűek, vagy kevésbé ismertek, de szerintünk mindenképpen releváns alkotások valamilyen szempontból. És tényleg műfaji, meg nemzeti megkötés nélkül tesszük ezt, tehát Amerikától Hongkongig, Egyiptomtól Skandináviáig tart a kínálat. Az egyetlen dolog, hogy valamiféleképpen releváns film legyen és széles közönségnek fogyasztható. Az újdonsült filmklub keretében egyébként több kortárs alkotó filmjét is tervezik bemutatni, illetve a mozik és a televízió kínálatából méltatlanul mellőzött nagy klasszikusoknak is helyet adnának. A legelső kiadáson például Alfred Hitchcock Hátsó ablak című 1954-es alkotását láthatta a közönség. Ez az én személyes javaslatom volt azért, mert nagyon szeretem Hitchcock munkásságát, ez az egyik, illetve ez a film volt az, amit nagyon sok mindenkire megmutattam, és mindenki szerette, tehát gondoltuk, hogy egy ilyen minőségi mércét fogunk megütni ezzel, és hogy megmutassuk, hogy kb. Ilyen filmeket szeretnénk vetíteni. Ugye egy nagyon tartalmas és élvezhető filmről van szó, tehát valamiféleképpen emblémája annak, amit szeretnénk. De a második nem titkolt célunk és legfontosabb célunk az, hogy minél több erdélyi alkotást tudjunk megmutatni. Ez azt jelenti, hogy minden nagyjátékfilm előtt vagy hosszú film előtt levetítünk egy vagy két rövid Erdélyben készült animációt, rövid filmet, videoklipet, vagy bármilyen mozgóképes anyagot, ami Erdélyben készült erdélyi alkotók által. Tehát ez a két nagy célunk van, hogy régebbi, közönségbarát, de tartalmas nagyjátékfilmek, illetve erdélyi alkotókat minél inkább közönség elé szervezni. Szavaikat igazolandó, a szervezők már a második alkalomra helyi alkotófilmjével készültek, így a január 31-i vetítésen László József Marosvásárhelyről készült kísérleti dokumentumfilmjét, a Human Places című alkotást nézhettük meg. László József egy marosvásárhelyi filmrendező, aki Marosvásárhelyről készített egy 70 perces kísérleti jellegű vagy érdekes dokumentumfilmet, és hát csodálkoztam azon, hogy elkészült a film már lassan egy éve, és sem fesztiválok, sem egyesületek nem szándékoztak bemutatni. Most nem tudjuk pontosan ez kínált ez a vásárhely, miért nem, de gondoltuk, hogy itt van egy nagyon jó vásárhelyi filmrendező, aki már rengeteg kisjátékfilmet készített, amelyek nemzetközi díjakat is nyertek, és hogy nem sikerült ezt megszervezni. Eddig úgy, hogy mi vállaltuk rögtön második héten azt, hogy egy helyi alkotó helyi munkáját mutassuk be. A film az egy év leforgás alatt készült, 2015 telétől 2016 teléig. Az első kép igazából az inspirálta az egész filmet, az egy téli találkozás, két kutya sétáltató találkozik. Ez inspirálta arra, hogy hasonló képeket szeretnék felvenni. Nem volt még meg a fejemben az, hogy hogyan fog ez összeállni, de úgy ösztönösen egyre inkább kerestem a hasonló szituációkat. Ezeket majd, mint mindent ugye leforgattam, én
adtam magamnak egy határidőt, hogy ne a végtelenségig forgassak, hanem egy évet hagytam, hogy akkor ez csak forgatás, és utána nekiálltam friss fejjel és szemmel megnézni az anyagot, újra nézni a képeket, és úgy raktam össze fokozatosan, hogy összeálljon egy egész filmem. Többnyire egyedül forgattam, de segített a barátnőm Bodó Sarolta is. Tehát ilyen szempontból nem lehet azt mondani, hogy egymagam filmeztem, mert nagyon sokat hozzáadott az ő jelenléte is a forgatásokon, mert azokat az embereket, akiket filmeztem egy eseményen vagy bárhol, azok számára megnyugtatóbb volt szerintem egy lány jelenléte, hogy nem csak egy férfi kukkoló őket figyeli és meglesi, hanem van mellette egy lány, és akkor szerintem ez egy kicsit enyhített a járókelők az embereknek a megítélésén. Az én dokumentumfilmem esetében azért nevezném kísérletinek, mert nincs egy története, nincs egy cselekménye, nincs egy főszereplője, hanem inkább különálló képek alkotnak egy egységet, ami igazából a néző fejében születik meg az a film, és nem annyira egy készen kapott történet. Tehát bárki számára, aki megnézi ezt a filmet, én azt szeretném, hogy mindenki számára egy új történetet, egy más történetet rajzoljon ki. László József saját bevallása szerint nem csak a marosvásárhelyieknek érvényes dokumentumfilmet akart létrehozni, hanem a mindenkori kisvárosi jelleget szerette volna bemutatni az alkotás által. Tegyük hozzá, sikeresen, hiszen a dialógust és a cselekményt teljesen mellőző dokumentumfilm egy pillanat erejéig sem vált unalmassá, sőt, kifejezetten közkedvelt volt a nagyszámú közönség körében. Szerintem nagyon fontos az, hogy minden városban legyen egy filmklub, akár több is lehet. Az, hogy Vásárhelynek is lett, szerintem egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Örülök, hogy összejött az is, hogy az én filmemet is levetítik. Ez egy szerencsés találkozás. Szerintem az jó, hogy kocsmában van, mert az embereket másképp mozgatja meg ez. Kimenek mondjuk hamarabb, megisznak egy sört, és utána megnéznek egy filmet, hazamennek. Nincs az a akadémikus jelleg, hogy most elmennek egy, nem tudom, egy konferenciaterembe, és akkor ott végig kell ülni egy filmet csendben, hanem kocsmázás keverve a filmmel szerintem jó találkozás. Ezt egyébként a résztvevők sokasága is bizton alátámasztja, hiszen az eddigi vetítésekre rengeteg ember volt már kíváncsi, a hatalmas érdeklődés pedig még a szervezőket is ámulatba ejtette. Mi legvadabb álmainkban azt gondoltuk, hogy maximum 30 emberre számítunk, nem is gondoltuk, hogy 100-valahány érdeklődő lesz, aki a helyszínen fel fog bukkanni és mondjuk helyet keres magának, csak sajnálatos módon nem kapott. Tehát teltig volt a G-Café, ami meglepő volt számomra, azt jelenti, hogy tényleg van egy igény egy ilyenfajta közösségi filmnézésre. Tehát egyhogy közösségi filmnézésre, illetve arra, hogy olyan filmeket nézzenek, amelyek sem a televíziók, sem a mozik, és akár a fesztiválok kínálatában sem szerepel. Úgyhogy nagyon örvendünk, hogy ezt a részt be tudtuk tölteni, és hát reméljük, hogy ezután is jönnek, mert például februárban már megvan a programunk, ugye annak apropóján, hogy a Valentin nap, nyilván 14-én pont egy keddi nap lesz, amikor lesz filmklub, és megnézzük a Casablancát, ugye minden idők egyik, de sokak szerint a legjobb szerelmes filmjéről van szó, és amellett egy hongkongi alkotást és egy amerikai nagyon kis büdzséjű produkciót nézünk, mert mindkettő a szerelem témájáról. És nem titkolt célunk, amúgy volt vendégünk például Szabó Róbert Csaba, mert szeretnénk havonta egyszer egy marosvásárhelyi közéleti vagy kulturális szereplőt is meghívni, aki mondjuk elhozza a kedvenc filmét, és ő mutatja be, nem mi dumálunk feltétlenül a filmről, ne unjanak meg az emberek minket. Úgyhogy például Szabó Róbert Csaba elhozta az I Mellém című filmet, ez a Stand By Me címet visel, és ez egy Stephen King regényből készült kis gyermekes kalandocska, egy kicsit bűnügyi film is, egy nagyon-nagyon kellemes mozi volt, úgyhogy szeretnénk további embereket meghívni, akik filmeket mutatnak be, a kedvenc moziukat, szeretnénk valamiféleképpen rendezőket is elhívni, román magyarokat, de talán egy közönség találkozó keretében találkozzunk, lássuk, hogy miket tudunk még. Szerencsére van egy szervezet mögöttünk, tehát a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács nyújt egy szervezeti hátteret nekünk, tehát ők tudnak majd hívni embereket, van egy jó kis kapcsolati hálójuk, ami nekünk csak jó, mert mondjuk promózni is tudjuk magunkat, úgyhogy köszi nekik, és köszi mindenkinek, aki eljön.
Kolozsváron már a 90-es évek derekán is volt stabil filmklub Ödipus Kvartett névvel egyébként, azóta pedig több, rövidebb, illetve hosszabb élettartamú kezdeményezésnek is a tanúi lehettünk. Ezek közül jelenleg a Lugosi Béla Filmklubot érdemes kiemelni, amely 2010-es indulása óta a kisebb-nagyobb szünetek ellenére mai napig is rendszeresen működik. Jelenleg a Váróterem projekt otthonában, a Zug Alternatív térben általában két heti rendszerességgel hétfőnként tartanak vetítéseket, legutóbb például január 30-án, amikor is a Matsuko emlékei című japán filmet láthatták a nézők. A Lugosi Béla Filmklub azzal a célra indult konkrétan, hogy olyan filmkincseket mutassunk meg az embereknek, amik méltatlanul vannak elfelejtve. A filmklub repertoárja az próbálom minél sokszínűbbre faragni, és ennek megfelelően tényleg nincs semmiféle időbeli, vagy országbeli, vagy filmkorszakbeli megkötés, tehát hogy mindenhonnan jönnek művek, amik valami miatt éppen érdekesek lehetnek a közönségnek. Elvileg mindenkinek szól, de a gyakorlat azt mutatja, hogy inkább egyetemisták járnak, meg olyanok, akiket egy kicsit jobban érdekel a filmkultúra, és kíváncsiak azon kívül is dolgokra, amiket esetleg a moziban lehet látni, vagy nagyon sok olyan egyetemista jár, aki filmszakra jár valahova, és van egy ilyen egyetemi kurrikulum, ami egyfajta filmtörténetet ad, és ez egy kicsit az azon kívül eső filmtörténet, tehát hogy nagyon sok ilyen határsértő film van benne, vagy ilyen különleges alkotás, vagy valami miatt, ami nem tud beférni a hivatalos filmtörténetekbe, és nagyon sok ilyen film is van. A kolozsvári Lugosi Béla Filmklub esetében tehát mondhatni, a kicsit igényesebb nézőközönség kerül előtérbe, ilyen fiatalokból pedig abszolút nincs hiány. A szervező elmondása szerint például több visszatérő néző is igazolja a klub létjogosultságát, illetve az ilyen típusú filmekre való igényt is. Van egy ilyen vékony, nem túl nagy, de vékony réteg létezik olyan egyetemistákból főleg, meg olyan emberekből, akik belekóstultak abba, hogy van sokkal több minden a filmtörténetben, azon túl, amit mondjuk esetleg esténként a tévébe vetítenek, vagy amit, tehát hogy a mozi az ugye eleve nincs ilyen hasonló filmarchívum jellegű mozi, mint ami a nagyobb városokban van, és egy kicsit egy ilyen jellegés akar lenni. Meg a hivatalos neve annak idején az volt, hogy obskurus filmek klubja, ez most úgy kicsit háttérbe szorult, most már nem olyan fontos ez a megnevezés, de maga az ötlet az maradt, tehát hogy obskurus, eltűnt, vagy kevesebbek által ismert filmeket vetítsen, és igen, erre van igény. Tehát van, aki kíváncsi arra, hogy mi van még. Vannak ilyen visszatérő vendégek is, egyébként nagyon sok Erasmusos Kolozsváron tanuló idegen, vagy szóval, hogy európai mindenféle szegletéből ide sereglett emberek is vannak. Néha éppen ezért angolul zajlik a filmek utáni megbeszélés, szóval nagyon, nagyon sokszínű igazából a társaság. Az említett beszélgetések egyébként szerves részét képezik a vetítéseknek, rendszerint minden alkalommal lehet véleményezni az aznap esti alkotást. Erre pedig nem csak a szervezők, hanem maga a közönség is rendkívül fogékony, illetve fontosnak tartja a látottak közös kielemzését. Azt hiszem, hogy a kezdetektől fogva jöttem, amikor csak tudtam, és hát az vonzott, hogy olyan filmeket nézhetek a filmklubban, amiket amúgy szerintem soha nem néznék meg, vagy soha nem jutnék oda, hogy eldöntsem, hogy ezt most megnézem. Ami különleges ebben a filmklubban, az többek között a helyszín, ami egyébként közel áll a szívemhez, de azt hiszem, hogy így szeretik az emberek minden negatívuma ellenére, mondjuk most konkrétan a hidegre gondolok. És hát az is... Azt is szeretem, hogy egy jó nagy vászonra vannak kivetítve a filmek, meg persze jó, hogy vannak beszélgetések a filmek után. Ezt egyébként természetesnek gondolom, tehát ez belejárulja, azt gondolom, egy filmklubnak. Mindenképp egy feldolgozó szerepe van, meg osszuk egymással, hogy milyen benyomásaink voltak a filmnézése alatt, új információkhoz is juthatunk arról a filmről, meg hát mindenképp valamire való reflektálás, ez csak építő lehet.
Szerkezetét tekintve a Lugosi Béla Filmklub fennállása óta több helyszínen is működött már. 2015 óta azonban a kolozsvári Zugban tartják a vetítéseket. Ez a változás pedig kölcsönösen is előnyös helyzetnek bizonyult, vallják az érintettek. Jött Nándi azzal a kérdéssel, hogy esetleg lehetne a filmklubot itt tartani, hogy ő keres egy olyan teret, ahol csend van, és ahova az emberek azért jönnek, hogy a filmeket megnézzék. És azt mondtuk, hogy próbáljuk meg. És ez működött, és még mindig működik, úgyhogy ez egy ilyen állandó rendezvényként működik. Ez az egyik. A másik azért, mert hogyha kommunikációs szempontból nézzük, akkor ez színesíti a programunkat, és tényleg egy olyan filmklubról beszélünk, ami színesíti Kolozsvár kulturális életét, úgyhogy mindenképp szeretjük azt, hogy itt van, és az az igazság, hogy más filmklub felkérések, vagy ilyen állandó filmklub felkérések nem voltak. Úgyhogy ez egy ilyen kis maga, amit is szeretünk megtartani magunknak. A filmklub maga, mint esemény szerkezete, az folyamatosan változott. Először a Spritzkocsmában zajlott nagyon-nagyon rég, aztán átkerült az Insomnia nevű kultúrlétesítménybe, és végül most itt kötött ki az Zugban, de egyébként szerintem ez a legjobb helyszín egy filmklub számára, mert egyrészt van hely egy hatalmas nagy vászonnak, másrészt meg van rendes hangosítás is, és ez egyébként is egy olyan hely, ahol hasonló jellegű tevékenység folyik, tehát művészeti tevékenység, meg ilyen dolgok zajlanak. Kolozsváron nagyon sok filmklub van. Amióta én itt vagyok a városban, azóta nagyon-nagyon sok filmklubról hallottam, viszont nagyon kevés olyan filmklubról hallottam, ami fent tudta tartani önmagát. És hogyha Nándinak sikerült ezt ennyi év után, vagy ennyi év alatt elérnie, akkor az egy stabil dolog. Egyrészt a filmek változatossága miatt, másrészt azért, mert megvan ez a stabil embercsoport, aki folyamatosan visszajár, és harmadrészt azért, mert pont azért, mert megvan ez a stabilitás, nyitva hagyja a kaput azok számára, akik még nem voltak. És egymást folyamatosan vonzák be az emberek. Úgyhogy szerintem fontos az, hogy legyenek különböző művészeti ágazatok egy városon belül. Kolozsváron, hogyha megnézzük azt, hogy kulturális terek mivel foglalkoznak, nagyon kevés helyen vannak filmklubok. Vagy ahol vannak, azok ilyen egyetemista filmklubok, ilyen kis csoportoknak. De ez nyitott. És azért ajánlom a filmklubot, mert ha eljönnek filmklubra, akkor utána valószínű még maradni fognak. És valószínű, hogy olyan emberekkel ismerkednek meg, akik hasonlóan gondolkoznak, mint ők. Hát egy kis otthonra találhatsz, hogyha vagy elég nyitott, és van elég merszed, hogy elmer jönni az udvar végső ajtójához, a legmélyebb kis Zugba. Székelyudvarhely esetében is elég régre nyúlik vissza a filmklubok története, ott például már a 80-as években beszélhetünk rendszeres vetítésekről. Jelenleg azonban csak egyetlen stabilan működő filmklub létezik, amely egyébként a Városi Könyvtárban lelt otthonra. A Filmkalauz névre keresztelt klub vezetője Szabó Károly saját elmondása szerint ciklikusan állítja össze a vetítések programját, odafigyelve természetesen az aktuális mozi különlegességekre is. A további részleteket már a következő összefoglalóban mutatjuk. Éme. Ha a kezdetekre nézünk vissza, akkor valamikor 1993 végén kezdtünk el rendszeresen filmeket vetíteni klubjelleggel. Először a Székelyudvarhelyi Színfó adott ennek otthont, ott voltak körülmények, videólejátszó, nagyméretű televízió, stb. És hát ilyen 10-15 ember, többnyire filmszerető baráti társaság gyűlt össze, és nézegettünk különb akkor rendelkezésünkre álló kultfilmeket. Ez aztán hova tovább, mint fejlődött, úgyhogy a 90-es évek derekán átköltözött egy időre az Udvarhelyi Fiatal Fórum égisze alá, ott már projektoros vetítések voltak, aztán jöttek a különféle pályázatok, az Odeontól kaptunk elég nagy mennyiségű jó filmcsomagot, 2010-ben is, aztán a későbbiek során, a 2001-ben, amikor itt Székelyudvarhelyen megnyílt az új könyvtár, akkor az egyik legfontosabb szempont, mivel én itt dolgoztam, hogy legyen egy ilyen otthona ennek a filmklubnak, így is hoztuk létre ezzel a céllal ezt az úgynevezett látvány- és hangzanyag részleget, és hát ez kimondottan az audiovizuális dokumentumoknak az előadására való. Itt beállítottuk a keddi
rendszeres vetítéseket, és a kedd délutáni 6 órával megyünk immár 16 éve. A filmkalauz kínálata eleinte nem volt konkrétan szervezett, a későbbiekben viszont a filmklub vezetője, Szabó Károly már egy tudatos nevelési szándék mentén állította össze a programot. Az elején elég adhok módon működött, amilyen filmekhez hozzájutottunk, azokat nagy örömmel megnéztük. Aztán, amikor átköltöztünk ide a könyvtárba, akkor elkezdtem ezt egészen tudatosan csinálni. Tartottunk filmtörténeti tematikájú vetítéseket, formanyelvről beszéltünk, és ennek megfelelően akkor elkezdtük ezt tudatosan úgy vetíteni a műsorainkat, hogy beleilleszkedjen ebbe a filmtörténeti előadás sorozatba. Végigmentünk minden fontos korszakon kezdve a kezdeti mozgóképektől egészen a napjaink posztmodern irányzataig, és miután kifuttattuk ezt a rendet, akkor aztán utána megint visszatértünk az egyfajta ilyen adhok vetítési rendszerre, amikor olyan filmeket vetítünk, ami éppen aktuális és beszélnek róla. Sokkal inkább szeretjük a Hollywoodon kívüli filmeket. Ez alatt nem azt kell érteni, hogy nem amerikai filmeket, mert Amerikában is készülnek nagyon jó független filmek. Ugye tekintsünk csak a Sundance Fesztivál és környéke mozgalmakra, ahonnan mindig nagyon jó filmek kerülnek ki. De hát ott vannak például a Coen fivérek, akik egyfajta ilyen átjárás a Hollywood és a nem Hollywood között, őket is mindig szeretjük. És hát nagyon sok jó európai filmet vetítünk, azokat nagyon szeretjük. Az Udvarhelyi Filmklub esetében a részvétel általában a vetített alkotás műfaja szerint változik. Vannak stabil tagok, de a népszerű filmeknél rendszerint alkalmi vendégek is betérnek a városi könyvtárba. Én 2007-ben kerültem ebbe a városba, itt dolgozom a színházban, és azóta hetente vagy hónaponta, amikor olyan film volt éppen, ami különösen érdekelt, akkor eljöttem. A színházi munkám mellett ez is egy fontos nézőpont, mert teljesen más szemszögből tanulmányozhatom a színészi munkát, és az az igazság, hogy itt kiemelném Szabó Karcsi munkáját, mert ő szerettette meg igazán velem ezeket a filmeket. Én eleve nagyon szeretem a filmet, nagyon sok filmet nézek otthon is, viszont fontosnak érzem, tehát hogy szükségét érzem annak, hogy közösségben filmet nézni. Én Brassóban nőttem fel, rengeteg mozi volt, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat jártam moziba. Ami egy plusz a filmklubnak a javára, az talán az, hogy egy kisebb közönség nézhet meg egy filmet, és valószínű, hogy ismerősökkel is találkozik az ember, és véleményeket oszt meg, gondolatokat. Eleve úgy gondolom, hogy a film egy ilyen empátia gyakorló, vagy gondolat közvetítő eszköz, ami nagyon szépen tud a közönségre hatni, és hogyha van kivel megbeszélni, akkor jobban meg tudja fogalmazni az ember magában a lényegét, vagy elgondolkodik egyáltalán. Van egy ilyen intim hangulata, valami régi időket is idéz, és ebben a társas magányban, amiben töltjük a hétköznapjainkat, ez egy jó alkalom arra, hogy kicsit kikapcsolódjunk, más emberekkel találkozzunk. A mozi amúgy sem működik sajnos, ezt is kiemelném, hogy nagy igény lenne rá ebben a városban is, mint a többi kisvárosban is, tudtommal megszűnt a mozi, és nem nagyon van lehetősége az embereknek közösségben filmet nézni, ami szerintem egy fontos dolog, mint hogy az otthon kényelmében a kis párnánk és a pokrocunk nyugalmában nézzünk filmeket, mert így óhatatlanul oda kerül az ember a végén, hogy megossza a véleményét, vagy más emberek véleményét is befogadja. Udvarhelyen ugye elsősorban azért fontos, mert jelen pillanatban nagyon ritkán vannak szervezett vetítések, mozi nincs. Néha a moziterembe most már az elmúlt 2-3 évben kezdtek lenni vetítések, ugye ott szervezzük meg évente a Filmtett Magyar Filmek Fesztiválját, és néha most már jövögetnek román filmek is, ugye tavaly már volt néhány kísérletünk a Transzilvánia filmmel, ugye a Saul fiai érkezett hozzánk, vagy a Könyvelő című film. És hát azon kívül ez az egyetlen fix pont, ahol rendszeresen vannak filmvetítések. A filmkalauz tehát több szempontból is nélkülözhetetlen Székelyudvarhely életében. Jó hír ugyanakkor, hogy hamarosan technikai fejlesztésekről is beszélhetünk, így még szélesebb palettával várják majd az ottani filmkedvelőket. Elsősorban azt szeretnénk, hogy a technikai körülményeken egy picit javítsunk. Nem panaszkodhatunk most se, de most nagyon közelről fogunk vásznat váltani.
elkezdjük a 3D-s vetítéseket, azt nem konkrétan a keddi filmklubban, hanem annak egy újabb időpontot jelölünk ki, illetve egy újabb idősávba kerülnek vetítésre, de ezzel is egyfajta ilyen újabb réteget vonzunk be a filmek világába, és hát azt szeretnénk, hogy jó sokáig menjen. Anya, döntöttél? Döntöttél már? Hozzám jössz feleségül? Ó, ne haragudj, de én annyi dolgom volt. Még gondolkodni sem volt idő. Ma este tehát az erdélyi filmklubok közül mutattunk be néhányat a kedves nézőknek, így az elmúlt közel fél órában szó volt ugye a székelyudvarhelyi filmkalauz, a kolozsvári Lugosi Béla, illetve a marosvásárhelyi Édentől Keletre címeket viselő filmklubokról is. Fontos hangsúlyozni persze, hogy ezeken kívül természetesen más erdélyi városokban is vannak még hasonló vetítések, így például Nagyváradon egyébként ugyancsak a közelmúltban indítottak egy új film klubot, illetve értelemszerűen nem szabad megfeledkeznünk, úgy hiszem, az Erdélyben egyik legnagyobb hagyománnyal bíró ilyen típusú kezdeményezésről sem, és itt a Sepsiszentgyörgyi Huszárik filmklubra gondolok, amely egyébként idén még nem kezdte meg a vetítéseket. Úgy tűnik tehát, hogy sok mindenről lehetne még beszélni, de sajnos erre már csak egy következő műsorban adatik alkalom, ugyanis ennyi fért a mai kultúrcsebbe, úgyhogy most is, mint mindig, köszönjük szépen, hogy ma este bennünket választott. Tartsák meg ezt a jó szokásukat, és találkozunk jövő csütörtökön is. Addig is csupa szép estét mindnyájuknak. A viszontlátásra!